Kukai András vagyok, immáron a sokadik pécsi bácsi, aki Pécs történetéről valamit tud, vagy többet tud, mint mások. Ugyan nem vagyok pécsi, én Beremenden születtem, de 1952-ben kerültem be a gimnáziumba, Pécsi, a Nagy Lajos gimnáziumba, és onnan kezdve pécsinek érzem magam, sőt, nagyon is. Pécsi bácsi bárhol él, jól magát csak Pécset érzi, jó kedve az égig él, hisz felette az ég is pécsi. Szeretnék egy nem mesét mondani nektek, csak visszaemlékezni arra, hogy volt egyszer egy uránbánya. A hol volt, hol nem volt, nagyon illik rá, mint egy mesebéli első mondat, mert már nincs ez az uránbánya. A hátam mögött ott van az iroda épülete az uránnak, mint uránközpont, és itt van mögöttem még az érzbányás szobor, amely annak idején nekünk nem nagyon tetszett, de aztán vagy ő szokott meg minket, vagy mi szoktuk meg őt, nem tudom már, hogy történt. És innen indult aztán, és nem csak innen, mert sok helyről jöttek bányászok különböző bányaüzemekbe, innen indult végül is a kővágószöllős, aztán Cserkút, majd Bakonya fele az útvonalunk, amikor a bányához mentünk. Kértek előadást tőlem, hogy beszéljek, hogy hogyan, miképpen történt a bányászkodás. Hát elsősorban be kellett érkezni hajnali 6 óra előtt az üzem területére, és ott az úgynevezett márkát, egy azonosító jel volt a márka, egy számot kapott az ember, amelyik bányaterületre ment, ott kellett a számot föltenni egy lapra, és onnan tudták mindenkiről a vezetőink, hogy ki hol jár a bányába és mit csinál. És hát beöltöztek nyilvánvaló sítésbe a bányászok, kovakot a fejre, szerszámot a kézbe, és így kerültek a munkahelyre. A munkahelyen pedig először meg kellett nézni, hogy az előző szak robbantása milyen állapotba hagyta a bányát, és volt olyan, amikor olyan hatalmas kőzeteket robbantottak le az előző szakba, hogy amikor odaért a munkahelyre a bányász kollega, csak nagy kalapáccsal tudta szétverni a követ annak érdekében, hogy azon a szállítópályán a nagy kő ne akadjon el, és ezért aprították, ha szabad így fogalmazni. Kegyetlen kemény munka volt, az biztos, kegyetlen kemény volt. Én azt hiszem, hogy a Bányász Történeti Alapítványt meg kell említsük, tekintettel arra, hogy gyönyörű, szép könyvet készítettek Bányász Uti Kalausz Pécs és környéke címmel, és ez az Uti Kalausz összegyűjti mindazon emléket, ami bányával és az uránbányával kapcsolatos. Benne van a szénbánya is természetesen. Én azt hiszem, hogy méltó örökséget és méltó emlékhelyet hagyunk az utókor számára ennek kapcsán, hogy a Bányász Történeti Alapítvány ilyen áldozatos munkát végzett. Felette az ég is pécsi.